Mit fognak szólni az ismerőseid, hogyha MLM-mel kezdesz foglalkozni? Tudod, hogy hány ember éppen emiatt nem mer belevágni? És hány ember val kudarcot éppen emiatt, hogy mit fognak szólni az ismerősei? Gandhi azt mondta, hogy először figyelembe sem vesznek, majd kinevetnek, utána harcolnak ellened, és végül nyersz. Tudod, hogy ha én egy posztot megosztok a Facebookon, ami az üzletről szól, mennyivel kevesebb lájkot kap, mint egy édes kis cicás videó, vagy mondjuk egy családi kirándulásról készült néhány fotó. Természetesen én tudom, hogy az ismerőseim azokat a posztokat is látják, amit az üzletről osztok meg, csak ignorálják. Talán még ki is nevetnek. Az emberek fejében sokszor kigyullad a piros lámpa, hogyha észreveszik, hogy valaki egy ajánlásért pénzt kap. Nem tudják elképzelni, hogy vannak olyanok, akik nem a pénzért ajánlanak valamit, hanem szívből. Ez a gyanú egyébként nem is alaptalan, mert szerintem a MLM-mel foglalkozóknak legalább a fele olyan dolgokat ajánl, amiket nem is ismer, hiszen nem vesz belőlük annyit, hogy a hatásukat saját magán megtapasztalná. Ezzel a gyanakvás ellen úgy tudsz védekezni, hogyha nem váltogatsz havonta, két havonta MLM céget, és nem vagy tagja egyszerre többnek is. Milyen erkölcse lenne annak a lánynak, akit minden héten mással láttak csókolózni, igaz? A következő fázis az, amikor támadnak, ahogy Gandhi mondta. Ez az, amikor ilyen epés megjegyzéseket posztolnak a te bejegyzéseid alá. Sokszor olyanok, akik se a nevüket, sem az arcukat nem vállalják a véleményükhöz. Önmaguk is ennyire cikinek érzik. Akkor hagyd kérdezzem meg, hogy miért kellene, hogy engem érdekeljen az ő véleményük? Nagyon egyszerű a dolog. A hozzászólást ki kell törölni, esetleg az embert is le kell tiltani, és kész. Ne felejtsd el, hogy azzal, hogy belevágtál egy MLM vállalkozásba, egy tükröt tartasz az ismerőseid elé. Azt üzened ezáltal, hogy te is meg tudnád csinálni, ha összekapnád magad, és belevágnál. Sajnos az egyszeri emberek a sikereiket mindig maguknak tulajdonítják, a kudarcaikért pedig mindig másokat hibáztatnak. De mondok neked egy jó hírt. Azok az emberek, akik komolyan foglalkoznak a network marketinggel, különleges emberek. Nagyon sokat ismerek. Ahhoz hasonlítanak, mint a ponyvaregényből a Mr. Wolf, ha emlékszel rá, a probléma megoldó. Én olyannak ismerem ezeket az embereket, akik addig tanakodnak egy problémán, amíg meg nem találják a megoldást. Nem tudom, te hogy vagy vele, én nagyon szívesen lecserélném a negatív, siránkozó, jajgató, teszetosza ismerőseimet rájuk. Tehát nem érzem úgy, hogy veszítenék ezzel. Tehát a végső konklúzió az, hogy nem élheted az életedet úgy, ahogy mások akarják. Hogyha ők becsukják a szemüket és a fülüket, az ne legyen már a te problémád, legyen már inkább az övék. Nekik is joguk van saját döntéseket hozni, arra is joguk van, hogy hibás döntéseket hozzanak. És ne felejtsd el, amit Gandhi mond, és végül nyersz. És csak ez a fontos. Ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Ha van egy kérdésed, amire választ szeretnél kapni, nyugodtan írd a kommentbe. Tarts velem, és váltsunk azt ott együtt!